Sok ezer embert érinthet az országban az, ahogyan megváltoztatták az idős gondozás és az úgynevezett méltányossági ápolási díj szabályait. Aki nagyon súlyos beteg, az sokkal nehezebben kaphat segítséget. Aki nem annyira súlyos, csak maga tehetetlen, annak a családja gyakorlatilag sehogy. Maróti Tóth Tíme a riportja. Akinek családja sincs, az azt mondja, hogy akkor majd meghalok és megtalálnak. Több ezer olyan idős ember él az országban, akik a családi segítség hiánya miatt csak a házi idős gondozásra számíthatnak, de mostantól arra sem biztosan. A házi segítségnyújtásnak nevezett szolgáltatás alapvetően önkormányzati feladat, de vannak helyek, ahol az önkormányzathoz civil szervezetek csatlakoznak, máshol pedig az egyház is részt vesz az ellátásban. De a normatív támogatások összege nem azonos. A civileknek kevesebb pénz jár ugyanazért a munkáért. A civileknél az egy főre jutó állami normatíva 145 ezer forint évente. Egyházi szervezeteknél ennek a másfélszerese 217 ezer forint. Ha a napi egy óra segítséget a család saját erejéből finanszírozná, az éves szinten több mint 700 ezer forint lenne. Ha naponta több alkalomra is szükség van, az egy év alatt majdnem 2 millió forintjába kerülne egy családnak. Az egyház 2011-ig dupla normatívát kapott, 2012-től kap másfélszeres normatívát, abból ki lehetne hozni, normálisan lehetne működtetni. Nekünk probléma az is, hogy vegyük egy csomag papírt, vagy nyomtatóba patront, vagy napi szinten kell sapkoznunk, hogy jövünk ki. A Balaton déli partján működő civil szervezet 324 embert lát el. 24 ápoló főállásban minimálbérért és 23 társadalmi gondozó jelképes 15 ezer forintos fizetésért dolgozik. Minden rendben? Mikor, hogy? Balogné Tóth Tíme a szakképzett szociális gondozó, egyike az alapítványnál dolgozó ápolóknak. Ő 9 családnak segít naponta. Ez nagy segítség. Hihetetlenül nagy segítség, hogy csak egy kalácsot kell hozni, vagy egy... Szóval már a nem... Gyógyszert is. Persze. Hát főleg azóta nagyon nagy bajba. Egyszer azért a gyerekek is eljönnek valamikor hetánként. Tehát ugye nem itt laknak, és az probléma. A Petrusékhoz hasonló helyzetben lévő időseknél csak a szociális gondozás jöhet szóba, de Tíme szerint így sem jut elég idő mindenre. Lehet, hogy 40 perc, de 40 perc alatt, ahogy mondtad is, sok mindent nem lehet megoldani. Tehát azért kicsit beszélgetni kell, egy kicsit ezt, tehát igénylik az idősek a törődést. A házi segítségnyújtás egy pontrendszer alapján működik. A pontrendszert január közepétől megváltoztatták. Eddig is elég súlyos állapotúnak kellett lennie valakinek ahhoz, hogy térítésmentesen megkaphassa a napi egy óra ápolást. Ezt annyira megszigorították, hogy mostantól ugyanehhez már az kell, hogy a gondozott legalább 4 tevékenységnél teljes segítségre szoruljon. Miklós Mária szerint nem a pontrendszer a legnagyobb probléma, a finanszírozást kellene teljesen átalakítani. Ennyiből nem tartható fönt rentábilisan egy ilyen szervezet. És ezért tesznek tönkre bennünket folyamatosan. És még csökkent a normatíva, ahelyett, hogy emelkedett volna. Az intézmény vezető azt mondja, ha a helyzet nem változik, nem tudnak tovább működni. Arra a kérdésre pedig, hogy mi lesz akkor a több mint 300 gondozottal, kitől és hogyan kapnak segítséget, egyelőre nincs válasz. Maróti Tóth Tíme, a 7/24.